Először is kezdjük azzal, hogy a Megafilm számára miért volt fontos az, hogy ezt a történelmi eseményt megfilmesítsék? A Megafilm sokat réved a múltba újabban, tehát sok minden ilyesmivel foglalkozunk, ez pedig különösen a társamnak, Elmeci Dorottyának volt az ötlete, hiszen ő erdélyi származású, és ő is csinálta ezt a filmet, én most tulajdonképpen nézőként vagyok itt. És azért a céltudatosan foglalkozunk a közelmúlt történetével, a régmúlt történetével, mert szerintünk kibeszéletlen dolgot a hátunk mögött hagyni, teljesen értelmetlen, mert nem fogunk tőle jobbak lenni. Tehát, hogyha fáj is, akkor is beszélni kell róla, ha rossz is, akkor tanulni kell belőle, és lehet, hogy valamit tudunk belőle tanulni, hogy nem így kellett volna viselkedni, és a következőben lehet, hogy nem így fogunk viselkedni, ezért tartom fontosnak. Miért volt fontos az, hogy a játékfilmes elemeket ennyire kidomborítsák a filmben? Mit szolgál ez, és ez egy mennyire új műfaj Magyarországon? Ez egy teljesen új műfaj, egyébként a világon létezik. Én azért azt gondolom, hogy egy film azért vizuális alkotás, tehát ha vizuálisan nem tudja valaki érdekessé tenni, akkor a nézőket nem fogja vonzani. Tehát azért ez egy komplex egy dolog, tehát amit lát az ember, az azonosulni kell tudnia. Tehát nem csak a szöveg részével, akkor lehetne ez egy nyers dokumentumfilm is, de így azt gondolom, hogy így fölfrissítve, fölfűzve ez a történet nagyon fogyaszthatóvá válik. Tehát azért ez egy műfaji film megint, mint legutóbb is csináltunk politikai krimit, tehát az is egy műfaj volt, ez is egy műfaji film, aminek a kritériumnak ez szerintem abszolút megfelel. Ilyen filmmel az a cél, hogy azért beszéljünk róla. Tehát ne legyen ez úgy, hogy ez megtörtént velünk, és soha többet nem fog. Ugye nagyon gyorsan változik ez a világ, nagyon gyorsan változik napról napra. Nem gondoltuk volna egy éve, hogy háború van a szomszédban, nem gondoltuk volna annak idején, hogy Jugoszlávia felbomlik, mint ahogy annak idején őseink se gondolták, hogy Magyarország valamikor ilyen kicsi lesz. Nem gondolták, hogy ők semmit nem tettek, és másnap románok lettek, vagy szovjetek, vagy szlovákok, vagy csehszlovákok. Tehát én azért azt gondolom, hogy erről azért kell beszélni, mert tanulni kell belőle. Tehát tanulni kell belőle, ha magunkat nem védjük meg, hiába várunk arra, hogy valaki megvédjen, hiába reménykedünk mi idegen hatalmak kegyeiben. Hogyha csak 56-ot megnézzük, puszta kézzel rontottak tanknak gyerekek, mert azt hallották a rádió, hogy itt állnak már az amerikaiak a határon, és majd mindjárt jó megmentenek minket, addig tartsátok magatokat, és mi lett a vége. Tehát én azt gondolom, hogy egy nemzet öntudatának, egy nemzet talpraállásnak alapvető része, hogy megismeri a történelmét. És nem egy butított történelmet kell megismerni, hanem hogy történt. Tehát történelmet, az feldolgozni lehet, nem szabad megírni, de jól fel kell dolgozni. Ha jól tudom, a jól feldolgozáshoz azért kicsit hozzájárult a pandémia is, mit kell erről tudni? Így van, ez a pandémia alatt készült ez a film, és ez egy tévéfilmnek készült, de a pandémia annyira megviselte a stábot, elég sok olyan színész nem tudott már visszatérni közénk, aki ebben a filmben még szerepel, hogy kellett keresni egy új műfajt, vagy újra forgatni az egészet, vagy pedig keresni egy új műfajt annak, ami megvan. És a Dorottya azt hiszem, hogy ezt találta meg kitűnően, hogy csinált egy új, vagy keresett egy olyan műfajt, ami a meglévő anyagokhoz és anyagi eszközeinkhez mérten még tud működni, és én azt gondolom, hogy jót tett a filmnek ez a 2,5 év. Miért döntöttek egyébként a mozis forgalmazás mellett végül is? Hát egy film azért az csak mozi, tehát az a teteje, és azért a közhangulatba így tud igazából belekerülni egy film. Tehát amikor sokat beszélünk egy mozi forgalmazás körül, tehát sok plakátot tudunk tenni, sok minden történik ebben a kapcsolatban, akkor azért egy történet sokkal érdekesebb lesz. Kezdjük azzal, hogy neked, illetve a családodnak milyen másodlagos emlékeitek vannak Trianonról. Hogyan sikerült nektek ezt feldolgozni, illetve a családotokat ez hogyan érintette? Ez egy nagyszerű dolog, hogy egyáltalán beszélni tudunk erről, hogy készül egy ilyen film, ami ezt a traumát feldolgozhatóvá teszi. A Trianon fájdalmán is elviselhetetlenségén azt hiszem nem szabad letelepednünk, hiszen akkor ez egy bénultságot okoz, akkor ez egy végső kivéreztetés. Amúgy is azt gondolom, hogy ez egy megoldhatatlan trauma, mert ez egy összetartozó egységnek a szétdarabolása, a testrészek amputálása, és ez nagyon súlyos traumával jár az elcsatolt területeken élők számára, és nem csak. De hogy ezeket külön vizsgálva, a saját családi szöveteket egyénileg megvizsgálva rá lehet nézni, viszont az egység tapasztalása nélkül szerintem lehetetlen ezt egyben tartani, és újra integrálni, és feldolgozni. Tehát
nagyon fontosnak tartom ezt a dolgot. Tehát már a fákról is tudjuk, hogy képesek elektromos rezgésekkel, jelekkel kommunikálni egymással. Az emberi idegrendszerhez hasonlatos módon, az emberi hormonrendszerhez hasonlítható módon kapcsolatban állnak egymással, és ezt az összetartozottságot nekünk nem szabad szégyelni. Először is kezdjük azzal, hogy a filmnek a hitelességét hogyan sikerült megfogni, milyen jellegű kutatómunkára volt ehhez szükség? Tulajdonképpen nyugodtan mondhatom, hogy óriások vállán álltunk, tehát a kutatómunkát, és itt most kicsit iróniát fogok alkalmazni, a megszólaltatott történészek már elvégezték, az ő munkásságukra nyugodtan lehetett támaszkodni, úgyhogy ilyen értelemben tulajdonképpen az ő tudásukat kellett összeilleszteni. Egy szóval a már meglevő tudást kellett elrendezni, összeilleszteni, és ebből szerintem egy, hát szépnek nem nevezhetjük a trianoni történetet, de egy tisztességes mozaik kialakult azért. Egy kicsi történelmi útmutatást szeretnénk kérni azzal kapcsolatban, hogy biztos sokakat foglalkoztat az a kérdés, hogy a magyar delegációt hogyan tudták rákényszeríteni ennek a szerződésnek az aláírására. Nem a delegációt, hanem a magyar kormányzatot kellett erre rávenni, és ez nagyon egyszerű volt, mivel azt gyakorlatilag az alig burkolt fenyegetés volt, hogy ellenkező esetben esetleg katonai megszállás is következik. Ne felejtsük el, hogy a románok a Tiszántúlon vannak, szerbek Baranyában, csehszlovák csapatok ugrásra készen a Duna túlsó partján, felvidéken. Tehát itt nagyon nem volt opció, ráadásul gondoljuk el, hogy menekültek tízezrei, aztán ez százezres nagyságrend, egy teljesen fölbolygatott ország, vörös terror, fehér terror, fekete terror, ugye az idegen megszállók terrorja, kirabolva, inflációval, elvágva a gazdasági lehetőségektől, tehát amikor már odaértek Trianonba, bocsánat, Párizsba tárgyalni, és előjött az, hogy ezt a szerződést akkor alá kell írni, nagyon választási lehetőségünk már nem volt. Előtte lehet, hogy vett volna, de ezt már nem tudjuk. Volt esetleg egyébként az európai országok között olyan, aki mellénk állt volna, és egyébként ennek az egész szerződésnek ki volt a fő szellemi atya, melyik ország? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ugye a tömegdemokráciákban a politikusoknak el kell számolniuk, hogy például egy 4 éves háború után hova tűnt a rengeteg fiatal ember, ott vérben, sárban maradtak, meg kell mutatni a bűnösöket. És gyakorlatilag Magyarországot kollektív bűnösként festették fel, és ebből következett, hogy például Franciaország, amely kirívóan sok katonát, embert vesztett az első világháborúban, különösen is szorgalmazta úgymond Magyarország megbüntetését, amely jól egybevágott egy új francia közép európai befolyási övezet létrehozásával. Na most velük szemben a brit miniszterelnök egy pillanatra megingott, és utána, hát ennek nincs persze iratszerű nyoma, de vélhetően a közel-keleti egyezkedéssel összekötve ezt a megingásukat gyorsan elfelejtették, ráadásul a brit apparátus is úgy ítélte meg, hogy itt egy történelmi igazságtétel történik. Az olaszoknál már egy kicsit más volt a helyzet, és velük sikerült is valamiféle együttműködést aztán kialakítani, hiszen ellensége a barátunk. Itt ugye a jugoszláv, délszláv állam ügyében részben emiatt, részben a franciáknak keresztbe téve a soproni népszavazást végül is az olaszok támogatásával sikerült nyelbe ütni. Mivel Magyarország egy vesztes ország volt, tehát Magyarország fizetett gyakorlatilag hadikárpótlást, és ráadásul ugye ezt a rendezést már felülírta egy következő béke, az 1947-es párizsi békeszerződés. Én nem szeretem ezt a kifejezést, hogy
igazságos, mert akkor föltételezzük, hogy a megelőző állapot az valamiért igazságtalan lett volna, hát nem volt az, az egy történelmi fejlődés eredménye volt, tehát az egykori történelmi Magyarország, úgyhogy természetesen hát mások számára így utólag visszatekintve ők ezt egy nagy örömként élik meg. Én itt csak Kossuth Lajosnak arra prófétai megjegyzésére szeretnék utalni, ezt még 1850-es években írta le, hogy az összes közép-európai állam akármennyi területet is csatol magához a másiktól, hát ő úgy fogalmazott, hogy fajrokonait, akkor ugyanúgy másodrendű hatalom maradt kiszolgáltatva külső hatalmak kénye kedvének, és ez beteljesedett a 20. századon, ugye közép-európa nagyhatalmi erőterekben egy játékszerré vált. 2022-ben is ugyanaz a magyar külpolitika alapvetése, alapkérdése, hogyan helyezzük el Magyarországot a nagyhatalmi erőterekben azzal a kicsit megbélyegző és rendkívül hátrányos örökséggel, amit Trianon óta cipelünk magunkkal.